A Vidor Fesztivál 6. napjának összefoglalójával indult a szerdai magazin. A montázs után Kovács Patrícia, a Kaktuszvirág főszereplője, az Emancik Színházi Manufaktúra nagyasszonya és a Queen Forever Tribute Band koncertje kerül az összeállításba. A Kaktuszvirág egy másik kaktuszvirág, mint amire számítanak, de a jamaikai trombitás nélkül is olyan erős a történet, hogy mind a színészek, mind a közönség kedvence a kényelemből családot hazudó fogorvos és háreme prózai meséje. Megkaptam. Túlzás. Mi túlzás? Az ajándék gyönyörűen, csodálatos, elképesztő, és hát a kis kártya az meg... Oké. Fordítva. No. Na, hát nézd, jó. Jó, de hát gondolkodtam, hogy mire körülhet, ugye az utóbb időben. Annyi mindent kell elmesélni. Na, na, na. És akkor nem tudom, hogy ülök össze. Jó, és hogy hajj, nem ülök, nem ülök, hogy tudom, hogy szeretni a zenét. Persze, úgyhogy akkor a... Igazából ugye a Kaktuszvirága az egy amerikai film volt, és amikor Magyarországon ezt színpadra adoptálták, akkor kerültek bele ezek a számok. Tehát ez eredetileg azért ez nem zenés. És azért gondolta az Orlai Tibor és a Novák Eszter rendező, mert ebben azért nagyon olyan szerepek vannak, ami jutalomjáték. Az enyém is ilyen, és a partnereim is. Tehát ez mindenkinek egy nagyon jó alakítás lehetőségét adta, és ezért készítettük el, és egy kicsit megpróbáltuk egy más korba tenni. Picit retrós, tehát nem pont olyan, mint ahogy a régi Kaktuszvirág, vagy kicsit máshogy retrós, ez a miénk, egy kicsit színesebb. Nagyon szeretjük játszani, mert nagyon nagy éveket lehet, főleg nekem. És szeretem az olyan szerepeket, amik nem olyanok, amikor a függöny feljön, mint ahogy a tapsnál lemegy, hanem hogy van egy ilyen íve. Nyilván ezek a nagy változások, amikor jönnek ezeknek az alaknak az életébe, az holmi szerelem, és hát nyilván a szerelemtől meg megváltozunk. Érdekes, hogy nem hiányolják a zenét. Én ettől egy picit féltem, de ez még egyáltalán nem merült föl kritikaként, hogy de jó lenne, ha még énekelnétek is. Ráadásul azért az első és a másik felvonásban is van két nagy zenei betét, van két bár jelenet, amiben egy csomó sláger szól, csak ezekre most nem éneklünk, hanem táncolunk. Úgyhogy azért némi zene azért van benne. Milyen itt a vidorom? A vidorom mindig jó, meg egyébként ezt el szoktam mondani, hogy mi az Orlai utazó cirkusszal nagyon sokat járunk, és azt hiszem, hogy Nyíregyházi a legjobb vidéki közönség, ezt komolyan mondom. Tehát itt én még szinte minden évben jövök valamivel, a vidorra is, meg egyébként is, és még nem volt olyan, amit ne értett volna a néző. Tehát, hogy itt drámát is jó játszani, komédiát is jó játszani, komolyat is, kortársat is. De sose felejtem el, hogy jöttem egyszer ide egy szép ernő darabbal, és hogy annyira lehetett érezni a közönségen, hogy azért itt egy nagyon jófajta népszínház van, és itt ismerik, és még van fülük arra, hogy szép ernőt hallgassanak, miközben Budapesten ez néha az emberek már nem értik, hogy miért így, és miért beszélünk ilyen irodalmian, és itt például konkrétan emlékszem az élményre, hogy a nézők ezt értették, mert hogy itt van ilyen klasszikus értelemelmet színház, és ezen szocializálódnak, úgyhogy ez nagyon jó. Művésznő, a pandémia után felértékelődött a színpad, a színház, az irodalom, a művészet, a közönség, a találkozás és minden egyéb? Azt kell mondjam igazából őszintén, hogy én jól éreztem magam alatt a kényszer szünet alatt, és még csak most szagolok bele, hogy újból elindul az évad, vagy legalábbis remélem, hogy elindul, mert azért most már elég volt a pihenésből, de jó volt egy picit elvonulni egy 2,5 hónapra és bezárkózni. Új munka, új bemutató most össze? Majd lesz a Centrál Színházban, lesz egy bemutatóm, az biztos. De hát ettől félünk, ugye, hogy lesz-e. Úgy, mi úgy készülünk, hogy lesz egy új bemutatóm össze, aztán a többit meg majd mondom. Fáradjon be szegény! Na, kivégzi osztam! Látjuk! Viva la libertà!
A Vidor idején is a Bencs villába költözik az irodalom. Az úgynevezett Emancik színházi manufaktúra keddi két részes előadása olyan nem mellékes kérdéseket feszeget, mint hogy állunk az öregedéssel, a testünkkel, a gyerekekkel, a világgal vagy magunkkal. Ez a nem mindennapi színházi formáció nem csak nőkkel dolgozik, nem csak nőkről szól és nem csak nőknek szól. Mindjárt a zongoristánk és zeneszerzőnk, Nyitrai László, ő mondjuk a fiú közöttünk, és a rendezőnk Máté Zsolt is, ő a Szomjas férfiak sörtisznak helyettem című előadást rendezte, mert most mi két előadást fogunk itt előadni, ezt az említettet, és a Verslábak Necharisnyában címűt, ami költőnőknek a verseiből lett összeállítva. A másik, a Szomjas férfiak pedig a saját írásainkból készült, amiket így naplóként írtunk annak idején, vagy ilyen kis versek, dalocskák, amiben a férfiakkal való kapcsolatainkat posztolgatjuk. Amik általában rosszak, ugye életről, szerelemről, gyerekvállalásról, magányról, és ezekről a kérdésekről beszél, és feltételezem, hogyha a Vidor Fesztiválra érkeztek, akkor nem olyan komoly kérdések ezek. Komoly kérdések, fél komoly válaszok. Szóval igyekeztünk el iróniával kezelni még oly fájó pillanatokat is. Úgyhogy igen, igyekszünk, hogy ne boruljunk bubánatban. Mindenki azt fordít le magának belőle, amit szeretne. Mi igyekeztünk, hogy mindenki megtalálja benne saját magát, vagy ráismerjen olyan helyzetekre, amik a saját életükben is előfordultak, mind a versekkel, mind a saját írásainkkal. Egy a hős a lovon, másnapos szakállal, harmadnapos szaggal, hallgatam dacosan, messziről illatozó tesztoszteron lengi. Be, körül, hol voltál, uram? Na, mire kérdezel ilyet, asszony? Csak majd szeretlek, uram, kész a perkelt, a gyerekek meg szunnyadnak. Bizony mondom, ne kérdezi, asszony. És az nem kérdez. Szép. De miért? Érdemes ezen elgondolkodni. Először a verses összeállítást terveztük, így álltunk össze, akik már így mondtunk együtt verset, meg részben osztálytársak voltunk, barátok, és... Rakovszki Zsuzsától, meg fiatalabb korosztály, ugye? Igen, törekedtünk rá, hogy magyar kortárs költők legyenek, de ettől függetlenül van, aki egy generációval följebb van, még Nemes Nagy Ágnes, meg van egyetlen vers, ami nem magyar költőnőnek a műve, de igen, ez lett a merítés, és... És azt éreztük, amikor összeállítottuk ezt a verses estet, vagy amikor már kezdtük összeállítani, hogy vannak olyan témák, amikre nem találtunk olyan verset, ahogy szeretnénk róla beszélni, és akkor így kezdtünk el saját írásokat beemelni, amik már megvoltak, és aztán úgy feldúzzadt ez az anyag, hogy rájöttünk, hogy ebből kijön két este is, és akkor így lett az egyik, ami csak a költőnők, a másik pedig csak a miénk, és aztán utána, amikor már kezdett összeállni, akkor láttuk, hogy mi az, ami még hiányzik, és akkor még septében írtunk hozzá egyet mást, és aztán talált meg minket Máté Zsolt, ő megrendezte is, ő hozta nekünk Nyitrai Lacit, aki megzenésítette a dalszövegeinket, és akkor így állt össze ez az egy órás este. Gyilkos este lesz? Remélem nem. Nem tervezzük, hogy bárkinek is rosszul essen. A nagy Queen slágerek talán kortól függetlenül mindenkinek kedvencei, annak, aki hallotta. Több Queen Tribute amolyan tisztelgő, emlékező zenekar alakult már hazánkban is. Másfél éve működik a Nyíregyházi, akik több itthoni fesztiválon megfordultak. Nagyon szerette őket a Vidorkert közönsége is.
Mi igazából szeretnénk ápolni a Queen zenekar által felállított hagyományokat, és képviselni azt a fajta rockzenét, amit ők annak idején létrehoztak. Mi a jó a Queenben? Minden jó mindenki a Queenben. Ismeri. Egyrészt mindenki ismeri. Másrészt pedig igazából ezek a nóták azok abban a világban születtek, amikor még emberek játszottak emberek számára, ami véleményünk szerint is egy elég fontos tényező ebben a dologban. Meg nem beszélve arról, hogy kiváló zenét írtak. Kiváló dallamos rockzenét írtak, és ez ugye akkori 70-es, 80-as évek meghatározó egyik legnagyobb rockzenekara volt a Queen, és élvezett játszani a dalait. A band az hány nótát, hány Queen balladát játszik, mivel kezdtétek, és egyáltalán honnan jött az ötlet? A legnehezebbel kezdtük, ami számunkra a legnehezebb kihívás volt, ez a Bohemian Rhapsody. Ugyan a vokálok miatt, ugye a középrész, hogy azt ők sem játszották élőbe, hanem mi sem, kihagyjuk, de az volt nekünk eddig a legnagyobb kihívás. Folyamatosan fejlesztjük a repertoárt, hát számszerűleg olyan 30, nagyjából olyan 30 Queen nótát játszunk. Milyen a közönség? Milyen korúak? Általában velünk, tehát hozzánk hasonló korú a társaságnak a nagy része. Tehát azt mondhatjuk, hogy 35-től olyan 50 körülig az, akit igazából ez érdekel, vagy vonz, vagy annak idején gyerekkorában valami miatt megfogta ez a zene, hasonlóképpen hozzánk. Queen koncerteken aktívak szoktak lenni a nézők, a hallgatóság. Itt is csápolnak, énekelnek, tapsolnak? Hát ez általában az elfogyasztott alkohol mennyiségétől is függ, de mivel, hogy a Queen számokat tényleg az ekkora 4-5 éves gyerek is ismeri, vagy a szüleitől, vagy amikor még olyan idős volt, a vérébe ívódott, mert tehát ezt nem lehet szépíteni, tehát ezek olyan dalok, amelyeket mindenki, nagyon sokan ismernek. És a közönség ugye ismeri a dalokat, ezért általában velünk együtt éneklik. Kinek az ötlete volt, hogy Queen dalokból fogunk élni? Mi nagyon régen szerettünk volna együtt zenélni egymással. Van egy pici közünk az elmúlt 25 évben egymáshoz. Mi a zenekarnak a jó részével együtt hajóztunk, ilyen óceánjáró hajókon. És ismertük régről Fenyves Völgyi Attilát, aki ugye ennek az általunk ismert egyetlen olyan ember a mondjuk nagyjából 100-150 kilométeres körzetben, aki a Queen daloknak a hiteles előadására képes. És egyszer csak összeállt az ötlet, hogy akkor ha már mi szeretnénk együtt zenélni, akkor Attilát megszólítjuk erre a feladatra, és örömmel igen mondott, szerencsénkre. Régi álma volt Attisnak, hogy egy olyan zenekar legyen a háta mögött, amely képes is arra, hogy eljátsza ezeket a dalokat. És ugye az emberi tényező sokat számít, hogy mennyire vagyunk barátok, mennyire vagyunk kompromisszumképesek egymással. És ugye Pistivel, meg a Szabival, a Dobossal, mi már ugye azt hiszem, hogy 4-5 évet lehúztunk együtt hajón, összecsiszolódtunk. Csütörtök este a Carson Coma lép fel a Vidor kertben, majd pénteken a Kelet Brass Band. A Rózsa kert szabadtéri színpadra a Legény búcsú kerül csütörtökön, a Játék a kastélyban a nagyszínpadi színházas produkció, illetve egy tragikomédia a Neptun Brigáddal a Krúdi Kamarában. De színes, zenés forgatag várja továbbra is a közönséget a nyíregyházi utcákon és tereken. Maradjanak vidámak és nézzenek bennünket holnap este is!